mai sajtótájékoztatón témája, már a szlovákok is előttünk járnak. Ismeretes, hogy a baloldali kormányok ideje alatt a vasútvonal bezárása az igen gyakorinak mondható jelenség volt, akkoriban a Fidesz még ellenzékből ezt elítélte, mára viszont sajnos odáig a dolgok, hogy a tavaly évben a Fidesz kormányzat, az építési és közlekedési minisztérium több vasútvonalra tett lakatot, valamelyikre végleg, hiszen hogyha Nógrád megyéből indulunk ki, akkor a romhány diósenei vonalat azt végleg kitörölték a vasútvonalak hálózatából, de a balasodjan alatt ipoly tarnóci vonalra is lakat került, itt átmenetileg olyan szüneteltető a forgalom. A szlovák szaktárca viszont ahelyett, hogy vonalakat zárna be, a magyar-szlovák regionális vasutok újraélesztésért dolgozik, így olyan terveket fogalmazott meg, miszerint Losonc és 60 között indítanák újra a vonatforgalmat, valamint Kassa és Hidas Németi között, de kilátásba helyezték azt is, hogy egyébként a felszedett 6,6 km-es vonalszakaszt visszaépítve Ipolyság, Drégei Palánk és Balsa között is elindítják a vonatforgalmat, valamint a most szüneteltetett Ipoly-Tarnóci vonalon is újjáindítják, Balasagyarmatról egészen Losoncig a vonat közlekedést, ami nem csak a mi véleményünk, hanem ezek szerint a szlovák szaktárcái is, hogy felélénkítené a térségben az ott élő közlekedési lehetőségeit, valamint a gazdaságot is, hiszen az infrastruktúra hálózat az igencsak elavult a környéken, ez a vasúthálózat sajnos Trianon után a semmiből sehová vezetett, de hogyha ezek a fejlesztések és ezek az új vasúthonulak illetve közlekedési tervek megvalósulnának, azt gondolja a mi hazánk mozgalom, hogy ez az egy előnyére válna, éppen ezért mi teljes messzélességgel tudjuk támogatni ezeket a fejlesztési törekvéseket.